felszólítjuk a magyar kormány tagjait. 1. A félelemgerjesztő, valódi, hosszú távú megoldást nem nyújtó látszatintézkedések megszüntetésére. Soroljuk! Mióta az elmúlt 4 hétben a főváros segítségével működnek a tranzitzónák, azt hiszem több WC-papír fogyott el, mint amennyi plakát került ki az utcákra. Lehet, hogy hasznosabb lett volna erre fordítani. Bárminemű embercsoport démonizálásának a beszüntetését követeljük. Nincs illegális ember sehol a világon. Követeljük az európai integrációs politikában való aktív nemzetközi szerepvállalást. Született egy törvénycsomag, az egyik 35, a másik 9 oldal. 44 oldal tömény embertelenség, ami arról szól, hogy hogyan lehet földeket kisajátítani kerítésépítése céljából, ami arról szól, hogy hogyan lehet a rendőrt az én nappalimba behozni, mert azt feltételezi rólam valaki, hogy menekültet, nem terroristát, menekültet, migránst, menedékkérőt rejtegetek esetleg a lakásomban. Nem rejtegettem, a vendégem. Szeretnénk, hogyha a katonaság rendfenntartó célra való használata helyett a katonaság eszközeit használhatnánk a tranzitban, például egészségügyi konténert. Tök jó lenne, hogyha a sátor alján nem folyna be a szar, bocsánat, a szennyvíz. Reggel boldogok lennénk, hogyha gulyás ágyúból oszthatnánk a reggelit és a teját. Fáznak, kint alszanak az utcán, kint alszanak erdőben, hegyek között, patakban fürödve, heteken, hónapokon keresztül. Nem tudunk ennyi emberséget megadni másoknak? Ennyire szegények vagyunk? Én felajánlanám azt, hogy holnap, vitanap helyett idejövünk a tranzitbuszokkal, és azokat a képviselőket, akik látni szeretnék a valóságos helyzetet, szívesen átvisszük mind a 3 tranzitba. Remélem, hogy a holnapi vitanapon, akinek a keze alatt ott van a szavazógomb, nagyon-nagyon meggondolja azt, hogy egyáltalán akar-e majd szavazni pénteken erre, és remélem, hogy a vitanapon felszólal. Ha nem, akkor holnap ugyanitt találkozunk, ugyanígy. Mert holnapra is van engedélyünk. Aki,